Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket. Ez alkalommal is a kezdők alkalmát látják. A mai téma a Szentlélek ajándékaival kapcsolatosak, az úgynevezett kegyelmi ajándékok. A kegyelmi ajándékokról beszéltünk az elmúlt alkalomról is általában, és most pedig a kegyelmi ajándékok egyéni használatáról fogunk beszélni. Mik azok a kegyelmi ajándékok, amiket az Úr azért ad, hogy az egyén megépüljön? Úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy Pál apostol szavaival élve világosságban járhassunk, és a lélek közösségébe, hogy Krisztust tudjuk szolgálni. Az igét az 1 Korintus beliekhez írt levél, Korintushoz írt első levél, 12. rész első versétől fogom olvasni néhány verset, és majd az 1 Korintus 14-ből a második verstől kezdve. A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben, mindenkinek azonban haszonra adatik a lélek kijelentése. Már az múlt alkalommal is olvastunk ebből az igéből. Nagyon fontos, hogy ne legyünk tudatlanok a lelki ajándékokra nézve, és hogy az Úr szolgálatára szánjuk oda az életünket, mert akkor az Úr az ő kegyelmét ránk árassza. Nagyon fontos, hogy általában beszélgessünk arról, hogy vannak kegyelmi ajándékok, amiket az Úr azért ad, hogy a szolgálatba, a Krisztus szolgálatába, a Krisztus központú életbe, mások megmentésébe hasznosak legyünk, és hogy Isten áldása nyugodjon meg rajtunk. Ezek az ajándékok kétféle dologra adatnak, egyrészt Pál azt mondja, hogy a gyülekezet építésére, másrészt pedig a misszióra, hogy a pogányok, a Krisztus nem ismerő emberek eljussanak a Krisztus ismeretére, és a megváltásba részesüljenek. A misszióra adja. Nagyon fontos, hogy az a gyülekezet, amelyik a lelki otthonom, és ahova az Úr engem elhelyez, hogy ott lélek szerint építeni tudjak, ne rombolni. Ehhez különböző kegyelmi ajándékokra van szükség, és nagyon fontos, hogy a misszió végzéséhez, a lélekmentés szolgálatához is betöltsön a Szentlélek, és kapjunk az Úrtól való ajándékokat, mert a magunk erejéből nem sokra megyünk, de az Isten szent lelke által az emberek megláthatják az ő hatalmasságát, mindenek felett való voltát, megláthatják a jeleket és csodákat, amik az ő dicsőségére vannak, és így hitre jutnak az emberek. A következő alkalmon fogunk beszélni a kegyelmi ajándékok gyülekezeti használatáról, most pedig a kegyelmi ajándék egyéni használatáról beszélünk. Mi is az a kegyelmi ajándék, amiket az Úr, vagy mik is azok a kegyelmi ajándékok az egyén építésére adja. Az 1 Korintus 14-ből olvasunk a néhány verset, mindjárt mondom is, az 1 Korintus 14 első, második, negyedik, ötödik, 13-tól a 20. versig. Vegyük elő a Bibliánkat, és próbáljunk elmélyülni Isten igéjébe. Tehát 1 Korintus 14:2. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek,
mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Aki nyelveken szól, magát építi. Aki prófétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy prófétálnátok, mert nagyobb a próféta, mint a nyelveken szóló, kivéve, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Ezért, aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza, mert ha a nyelvem könyörög, a lelkem könyörög, az értelmem gyümölcstelen marad. Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is. Énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is. Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál többször imádkozom nyelveken, vagy a Károlyi fordítás szerint mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni. De a gyülekezetben inkább akarok 5 szót szólni értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint 10 000 szót nyelveken. Atyám fiai, ne legyetek gyermekek értelembe, hanem a gonoszságba legyetek gyermekek, értelembe pedig érettek legyetek. Hát ez egy nagyon komoly ige, a megtért hívő emberek azok, akik ebben az Úr tanít, akiket az Úr ebben tanítani akar. A kegyelmi ajándékokról beszélünk, Pál útmutatásait kell követni a kegyelmi ajándékokkal kapcsolatban, a Krisztus központú és az igei élet a legfontosabb. Nem lehet kiragadni a kegyelmi ajándékokat, mert Jézus az, aki meghalt értünk a kereszten, ő megváltott, és az ő igéje az, amelyik az életünkben útmutatást ad, hogy hogyan élhetünk Istennek tetsző, kedves életet. És az Úr az övéinek adja az ő Szent Lélek által való közösségébe az ajándékait, aszerint, hogy ki milyen szolgálattal bizatott meg. Kövessétek a szeretetet, ez a legelső. Szeretet nélküli emberben nem működnek jól a kegyelmi ajándékok. A kegyelmi ajándék a kegyelem közvetítéséről, a kegyelem Istenének a szeretetéről, megnyilvánulásáról, Krisztus Jézusban szól minden embernek. Hívőnek, a gyülekezet építésére, a nem hívőknek, pedig a megtérés evangéliumát hirdetjük. Ez a cél, és erre adja az Úr az ő ajándékait. Nem arra, hogy minket csodáljanak, hogy milyen erőnk van, hogy mi mit tudunk, nem is arra, hogy úgy szóljunk nyelveken, hogy az nem imádság, hanem valami másnak a mutogatása. Természetesen nem a negatívumokról szeretnék beszélni, hiszen minden ajándékot lehet jól használni, gyümölcsözően, és lehet nem használni, távol maradni Isten ajándékától, és lehet sajnos rosszul használni, és erre vannak példák, mindenre nem tudunk kitérni. Ezt a témát kihagyják általában az igehirdetők, illetve a lelki gondozók, nem szívesen beszélnek róla. Vajon miért? Hát egyrészt az ismeret hiánya. Mindig mindenki addig vezethet valakit, ameddig ő eljut. Soha nem felejtem el, egy nagyon kedves orvos és lelkész barátunk keresett meg bennünket, ők is barátok voltak, és azt mondták, Sándor, mi a bibliai nyelveken szólásról szeretnénk hallani. Mert hogy ott van az igébe, hogy Isten adja, a pünkösdöt nem lehet letagadni, a kettős tüzes nyelveket sem. Mindig megkérdezem a kedves
vasárnapi iskolásoktól, a tinédzserektől, hogy tudják-e, vagy mit gondolnak, hogy pünköskor leszállt a Szentlélek, mindenkire rászállt a kettős tüzes nyelv, hogy mit jelent. És egy nagyon kedves, komoly, megtért hívő barátunk, kislány azt mondta, hogy én úgy gondolom, hogy a lélek imádságát jelenti, mert mindenkinek szüksége van arra, bármilyen szolgálattal bizatik meg, hogy megépüljön, a lélek pedig megépít a nyelvek imádsága által, a másik pedig a misszió, ahol szintén az Úr a beszédet használja föl. Nagyon helyesen mondta, vajon van-e ismeretünk, vajon tanítottak-e bennünket a Szentlélek ajándékaira, a Szentlélek Istennel való közösségnek az áldásaira. Van, aki kényes témának tartja, nem akar konfrontálódni a vallásos torzsalkodókkal, ezért aztán hallgat. És van, aki azt mondja, hogy ez olyan szektásnak tűnő dolog. Mi az igazság? Hát beszéljünk róla. Mi is ez a nyelveken szólás? Hát próbáljuk sorba venni. Ezt olvassuk az igében, mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkokat. Aki nyelveken szól, olvastuk a harmadik versben, az magát építi. Ez az egyetlen kegyelmi ajándék, amivel az egyén megépülhet. Az imádság. Mert minden más kegyelmi ajándék mások építésére adatik, hogy be tudjuk tölteni a szolgálatunkat a mások felé. De aki nyelveken imádkozik a lélek által, az magát építi. És ez a titok abban a számomra, hogy pünköstkor nem úgy volt, hogy az egyik apostol ezt a kegyelmi ajándékot kapta, a másik azt kapta, a harmadik megint egy harmadikat, hanem mindnyájan szóltak nyelveken, ezt olvassuk az igében, mert minden apostolnak szüksége volt arra, hogy a Szentlélek megépítse a szolgálatra. A szolgálatban különbség van, és különböző dolgokra hívta el őket az Úr, de mindnyájuknak szüksége volt napról napra, újra és újra, hogy a lélek által megépüljenek. Tehát az imádkozás lelke tulajdonképpen a lélek nyelveken imádkozásában nyilvánul meg, ez nem egy testies mondóka, mint sokan gondolják, akik avatatlanok, nem egy betanult szöveg, hanem a lélek szerinti imádkozás. És úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükségünk van, hogy újra feltöltődjünk egy-egy nehéz szolgálat után. Az apostoloknak is erre volt szükségük. Ezért mondja Pál apostol, hogy minnyájatoknál többször imádkozom nyelveken, hogy az az öt szó majd, amit a gyülekezetbe és a nem hívőknek elmondok, hogy az gyümölcsöző legyen. A folyamatos ima élet megvalósulhat a lélek által való imádkozásban. És ugye személyes életünkben az imádkozás lelke segít bennünket a Krisztussal való kapcsolatba, az Atyával, a Fiúval való kapcsolatba, a velünk lévő Szent Lélek. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek. Senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. És ez az én életemben úgy történt, hogy fiatalon átadtam az életem az Úrnak, készültem missziós szolgálatra, elmaradott afrikai vidékekre már a barátom el is ment, és úgy gondoltam, hogy én is megyek, és amikor együtt imádkoztunk idehaza egy pici kis közösségbe, akkor egyszer csak leszállt a Szentlélek, és meg voltam döbbenve. Engem nem készített föl erre senki, nem sok ismeretem volt, csak azt vettem észre,
hogy nem azokat mondom, amiket én szeretnék. És akkor az volt bennem, hogy Uram, mi történt velem? És egy pillanat alatt ez az imádság volt bennem, hogy Uram, az egész életem neked adtam. Itt nem történhet más, csak amit te akarsz. És akkor csodálatos módon elkezdtem imádkozni a lélek által, és az Úr olyan hatalmasan jelen volt az életemben, a Szent Lélek, nem én ugyanaz a senkiházi voltam, Krisztus méltatlan szolgája, de a Szent Lélek elkezdett munkálkodni, és anélkül, hogy beszéltem volna, mások észrevették, és kellett nekik az a megváltó, aki az életemben jelen volt, és a lélek által kiáradt. Ez egy nagyon csodálatos időszak volt. Most szeretnék itt egy személyes példát elmondani. Ugye a nyelveken szólással kapcsolatban mi Ágival így imádkozunk a Szentlélek indítására értelmünkkel is, lélekkel is. És elmondom, hogy egyszer Szlovákiában jártunk, és egy családnál voltunk ez alkalommal, ilyen lelkigondozói beszélgetést végeztünk, emberekkel külön-külön foglalkoztunk, és mivel hát az az ember nem tudott magyarul, a házigazda, a tolmács fordította, amit magyarul mondtam, amiben próbáltam segíteni az illetőnek, rossz állapotban volt lelkileg, és én nem tudom, észre se vettem, hogy ahogy beszéltem ezzel az emberrel, a házigazda megállított, és azt mondja, hogy érted, amit mondtál? Hát mondom, mit mondtam? Azt mondta, hogy te szlovákul azt mondtad ennek az embernek, hogy ne másokat okoljon, hiszen a paráznaságnak a gyökere ő benne van. Ezt ez a szlovák ember megértette, amit én a mai napig se tudok, hogy mi hangzott el. És ez egy segítség volt abban a pillanatban, az illető bűnbánatra jutott, és megadta magát. Megadta magát, téldre esett, és azt mondta, hogy igen, ott van a gyöker a szívemben. És helyre jött a család élete. Ez nem bárt módszerré a számunkra. Hát ez kegyelme ajándék, akkor ez a kegyelem megnyilvánul. Így megnyilvánult. Ez egy ilyen példa. Tehát az Úr szolgálatához fontos az egyén folyamatos épülése, és ez a Szentlélek imádsága által történhet meg az életünkbe, ha igényeljük. Az egyéni ima életbe a lélek imádságának helyt kell adni. Mi is a nyelveken szólás? Mert ha a nyelvem könyörög, már hogy nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, olvassuk, és az Úrral tudunk olyan közösségbe lenni, ami nem testies közösség, nem betanult ima közösség, hanem csodálatosan lélekben beszélünk titkokat az Istennek, olvastuk a felolvasott igébe. Hát Pál apostol azt mondja, hogy mindenkor imádkozzatok értem a lélek által, hogy szóadassék a szám megnyitásakor, hogy az evangélium titkát minden embernek tudjam hirdetni. A lélek az, aki az evangélium titkát egy adott személy felé tudja úgy szólni, hogy egy ilyen bármelyik ember is lehet Isten kezébe beeszköz. Pál hogyan élt az Úr ajándékával? Már olvastuk, hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál többször imádkozom nyelveken. Többször imádkozom az egyéni ima életembe. Imádkozom a lélekkel, de imádkozom értelemmel is. Énekelek lélekkel,
de énekelek értelemmel is. Vagyis, mit is jelent ez? Hogy Pál elmondta az Úrnak mindazt, amit az értelmével el tudott mondani, és aztán helyt adott a lélekben való imádkozásnak, és helyt adott a lélekben való dicsőítésnek, éneklésnek is. Nyilván Pál apostol ezért mondja a lélekből való éneklésnek a csodálatos voltát. Tehát pünköstkor egy akarattal együtt imádkoztak a tanítványok, nem voltak tökéletesek. Emberektől való félelem szorongatta őket, kicsiny hitűség, sok bizonytalanság volt bennük, de együtt imádkoztak, és vágytak az Úr ígéretére, mert hogy az Úr azt mondta, hogy maradjatok Jeruzsálembe, amíg be nem töltettek szent lélekkel, még fel nem ruháztattok mennyei erővel. Együtt voltak, közösségbe voltak egymással, és leszállt a szent lélek. Eljött a lélek, ahogy az Úr ígérte. Minden testre kitöltetett a szent lélek. Pünkösdel mindenki számára elérhetővé vált Isten lelke. Nincs olyan ember, aki kéri, hogy az Úr töltse be, hogy ne árasztaná rá az ő szent lelkét, ha behívta az életébe Jézus Krisztust, ha elfogadta a kereszt áldozatán elvégzetteket, a kegyelmet, akkor az Úr betölti szent lélekkel a szolgálatra, Isten dicsőségére. Tied az ígéret, kívánj és vágyd a lelki ajándékokat, add magad az ő szolgálatára, mert akkor az Úr azt az ajándékot adja, amire neked szükséged van. Kívánjátok a lelki ajándékokat, buzdít Pál apostol bennünket, és úgy gondolom, hogy a mai gondolkodásunk az ige mellett erre buzdít bennünket, és az Úr azt akarja, hogy tisztában legyünk abban, hogy milyen kegyelmi ajándék mire adatik, hogy mire van szükségünk, azt majd ő dönti el. Tehát különbség van a kegyelme ajándékokban, de ugyanaz a lélek van, és az Úr mindnyájunknak adja az ő lelkét. Csodálatos dolog ez, hiszen Isten népe Krisztus számára van elkülönítve, és az Isten népe lélekben kell, hogy járjon, és az imádságainak is lélekbe kell, hogy történjen, nem testbe.